Az MB2 első két játéknapján a vendég Sopron egy pontot szerzett, míg a Cegléd mindkét összecsapását elvesztette. Az Albertésen lejátszott találkozót Szilágyi Sándor vezette, segítői Bornebisza Norbert és Csatári Tibor voltak. Az első nagy helyzet a vendégek előtt adódott, amikor a 9. percben Batizi Pócsi közelről leadott lövését. Mursics hatalmas bravúrra védte. Ezután nézzük a mérkőzés további döntő eseményeit. 12. perc. Damásdi végezhetett el szabadrúgást az oldalvonal mellől. A 11-es pont tájékára érkező labdát Asztalos remek mozdulattal továbbította a hosszú sarokba. 1-0. 22. perc. Törtei mintegy 25 méteres szabadrúgása csak centikkel került el a bal alsó sarkot. Ez talán Törtejének jobb. Bal lábbal. Alig mellé szép lövés volt. 28. perc. A soproni hátvéd borhúzott el a szélen. Az alaponáltól kapu elé lőtt labdáját Preklet bravúros mozdulattal rúgt el a gólra éhes Horváth elől. 43. perc. Shifter belépőjét Farkas háta veséje bánta. No meg a belemenést a vétkesmet megkapta második sárgalapját is, ügy a kiállítás sorsára jutott. Farkas rúgta Shifter, és ez piros lapot ér. Shifter a második sárgalapját kapta. 10 főre fogyatkozott a vendégcsapat. 56. perc. Peres 16 méteres bombaerős lövését Molnár szögletre ütötte, a beívett labdát pedig Szabó fejelte mellé. Szabó! Hát bizony a kapustól gól lehetett volna, aki bennmaradt a gólvonalon. Persze Szabó zavarta a védő, ezért nem tudott igazán célozni a fejessel. Egy akcióból két gólt nem lehet szerezni, de mindkét befejezés azzal kecsegtetett. 63. perc. Asztalos játszott Damásdi elé, aki nem találta el jól a labdát, így az keresztlécen landolt. Keresztbe! Kapufa! 69. perc. A harcos labdaszerzést követően újabb Asztalos Damásdi támadás futott végig a vendégek térfelén. Asztalos. Damásdi ott van teljesen üresen, be kell vinni és be kell rúgni. A Damásdi, ott a Cegléd második gólja szerezte. Damásdi, 69. perc. A 78. perc. A csereként pályára lépő Garda mintegy 10 méterről célozta meg a hazaiak kapuját. A lövés védéséhez Mursicsnak minden tudását latba kellett vetnie. Mursics egy pillanatra úgy tűnt, hogy kiindul a kapujából, utána vér egy óriásit, Garda lövését mentett a 78. percben. A 90. perc. Damásdi csapta be a partvonal mentén Fazekast, a kapu közvetlen közelébe vezette be a labdát, majd lőtt. Molnár hatalmasat mentett. Az első játékrészben a Sopron mezőfölényt harcolt ki, de játékosai a kapuig csak elvétve jutottak el. Fordulás után emberelőnyét kihasználva a Cegléd átvette a játék irányítását. Támadásaik végén többször is tesztelték a kapus Molnár formáját. A komolyabb gólhelyzeteket nézve, melyek száma 8-3 volt a vendéglátók javára, a hazaiak győzelme megérdemelt, és az akár nagyobb különbségű is lehetett volna. Cegléd 2-0-ra nyert a Sopron ellen, 12. percben Asztalos, a 69-ben pedig Damásdi szereztek a gólt. A Vasutas ezzel megszerezte első győzelmét, és ezzel 3 pontot a bajnokságban. Remélem jó szórakoztak, köszönöm figyelmüket. A kamerát igazgató Huszti Tevás nevében is ugorálászót hallották. A következő hazai az szerdai napon, augusztus 23-án lesz.